Hogyan telt az elmúlt egy évet? Hogyan emlékszel vissza? Mindenképpen egy felejthetetlen élmény maradt számomra, nagyon eseménydús volt, és nem volt olyan feladatom, amely nem tetszett volna. Tényleg minden egyes feladatot élveztem. Idén is keresünk azt a különleges lányt, aki egyediségével, személyiségével és szépségével képviselni tudja a Fórum Bevásárló Központ életét egész évben. Itt vagyunk a nagy castingon, ahol közel 200 jelentkező közül 30 lányzót hívott be a zsűri személyes találkozóra. Most derül ki, hogy ki lesz az a 10 szerencsés lány, aki részt vehet a döntőn. Mit kérdezett a zsűri? Segítsünk itt a kint várakozó lányoknak. Hát megkérdezték a magasságomat, ugye a nevemet, hogy mutatkozzak be nekik, illetve azt, hogy hova járok iskolába, és hogy honnan láttam én ezt a fórumos topmodellversenyt. Ugye nem egy szépségversenyről van szó, hanem egy topmodell válogatásról. Szerinted milyen egy igazi topmodell jelölt? Szerintem mindenképpen talpra esett. Ki tudja magát vágni kellemetlen helyzetekből, mindig esztétikusan, rendezetten mutatkozik más emberek előtt, valamint természetesen okos, nem csak a külsejével hódít, hanem az eszével is. Gazdasági vagy politikai aktualitás 2015. októberétől a mai nappal bezárólag bármit említett, ami az eszedbe jut. Én itt elsősorban a migránsokat említeném meg, ami szerintem az egész világot nagy mértékben befolyásolja, hogy mik történtek. Nagyon jó, pont bőven elég a válasz. Igen, a következő kérdés. Majkának mi a civil neve? Majoros Péter. Mi Svájc pénzneme? Mivel tudsz kint fizetni? Euró. Mit tartasz magadon különlegesnek, szépnek, egyedinek, ugye félbérlány vagy? Én nagyon szeretem a származásomat, hogy félig magyar vagyok, félig nigériai, viszont sajnos ez egy megosztó tény, mert sok ember emiatt belém köt, és ugye Magyarország szépén is ez volt a probléma, hogy nagyon sok támadás érte miatt. Magas vagyok, ez nagyon jó szerintem ebben a szakmában. 172. Az arcom, az nagyon karakteres, ezt szokták is mondani. Meg a stílus érzékem. Milyennek látod az idei felhozatalt, ugye a konkurenciát? Hát én nagyon erősnek látom, sok szép lány van, meg okosnak is tűnnek eléggé, meg olyan intelligensek, és nagyon kedves arcuk van. Mi Spanyolország államformája? Súgják a hátad mögött. Hallottam. Akkor mondd ki. Királyság. Melyik magyar film nyert a legjobb idegen nyelvű film kategóriában a Golden Globe-on? Ki a rendező? Na, ezt elhamarkodtam. Ha a filmet megmondod, az is elég jó, elfogadom. Nem is. Saul fia, igen. Hogy hívják Dukai Regina jelenlegi barátját? Hát ő ezt sajnos nem tudom. Az előző párját őt tudod? Nem, őt sem tudom. És hogy mivel foglalkoznak? Mert ugyanazzal foglalkozik mindeket. A futballisták. Miből gondoltad, hogy futballisták? Nem is tudom. Akkor nem is húznám tovább az időt, akkor annak a 10 lánynak mondanám a nevét, aki tovább jutott. Jó, és a többieknek megköszönöm a részvételt, az a 10 lány pedig maradjon itt. Jó? Györfi Alexandra Vivian. Álljatok már ide előre, jó? És akkor úgy Györfi Ágnes. Nánási Nikolett. Katona Szintia. Tóth Panni. Csura Eszter. Majorik Alexandra, Cselei Amanda, McKinney Agatha Blessing és Sárkány Fanni. Milyen szempontok alapján értékeltétek a lányokat?
Nyilván mindenkitől megkérdeztük, hogy miért jelentkezett a versenyre, mik a jövőbeli céljai, mert tényleg ez a cím egy évről szól, illetve az is fontosnak tartottuk a kinézetet, a megjelenést, hogyan jelenik meg egy lány, illetve az, hogy hány centiméter magas. Mindenképpen egy olyan lányra van szükségünk, ha mondhatom ezt így, aki egy mosolygós, igazából méltó arra, hogy a bevásárlóközpontot képviselje, tehát mint egy Bordás Szintia vagy Faragó Ági, ők például nagyon jó példák erre, hogy milyen lányt keresünk, úgyhogy mindenképpen egy ilyen lányt szeretnénk, aki tudja ezt kifejezni, hogy milyen fontos egy bevásárlóközpont arcának lenni. Mindenféleképpen fontos az, hogy azért elfogadja másoknak a véleményét, illetve ne csak magával foglalkozzon, hanem lehessen vele együtt dolgozni is. Gyertek, lányok, itt a háttérbe! Ahogyan eddig is a rendezvényeinknek ő lesz az arca, tehát akár egy tavaszváró sportnap, vagy egy glamour nap, egy joy nap, tehát mindenképpen ő fog szerepelni az óriás plakátokon, ajtómatricákon, és egyéb ilyen kiadványokon, valamint divatbemutatókon, tehát őszi és tavaszi divatbemutatókon fog felvonulni, és bemutatja az új kollekciókat.